Tamásiban a legutóbbi képviselőtestületi ülés alkalmával a többek között a magánszemélyek kommunális adójának 2022. évi felhasználásáról is elhangzott a beszámoló, valamint döntés született a 2023. évi összeg felhasználásáról is. Ingatlanonként 8000 forint kommunális adót fizetnek a városban élők, mondta el a település alpolgármestere. Az előző testületülésen fogadtuk el a város idei évi költségvetését. Ebben a szakaszban, hogy jönnek a testületülések következő lépcsői, már a megvalósítást átfordítjuk. Valósággal több ilyen döntést is hoztunk, az egyik legjelentősebb az a kommunális adóval kapcsolatos napirend. Amúgy ez mindig két részből áll, az előző évi felhasználás beszámolásáról, valamint az idei kommunális adó célokról. És hát ugye minden önkormányzat most a gazdálkodását áttekintve alkotta meg a költségvetését. Mi büszkék vagyunk arra, hogy az eredeti céljainkat nem kell megváltoztatnunk, se adót nem kellett emeljünk, és azt a célt, amit eredetileg megfogalmaztunk, hogy ezt a pénzt kizárólag közterületi felújításokra fordítjuk, ezt továbbra is fenntartjuk. Ugye itt nagyon sok önkormányzatnak kellett változtatni bizonyos ilyen szokásos álláspontján. Mi örülünk, hogy olyan költségvetési helyzetben vagyunk, hogy nem. Ezért azt tudjuk mondani, hogy az idejében fő cél az Arany János utcának a kettes ütemetet befejezzük azt a részt itt a városközpontban. Ez egy stratégiai dolog, mert ugye a közlekedési rendet változtattuk ahhoz, hogy a térről való kijutás az iskolába szállított gyerekeknek az autómozgása az könnyebb legyen, de ehhez megfelelő minőségi úthálózat is kell. Szépen haladunk sorba, Arany János utca, ugye a Garai utca is felújításra került, tehát itt a városközpontban rendre tesszük ezeket. Valamint van még egy plusz része ennek a kommunális adott dolognak, ami szintén fontos, mert sokszor ér minket az a vád, hogy a külterületi település részekkel keveset foglalkozunk. Én ezt próbálom mindig cáfolni, mert nincs olyan testületülés, hogy ne döntenénk ilyenben, vagy ezzel kapcsolatos ügyekben. Most is így volt, mert a kommunális adónak egy pici részét azt arra fordítjuk, hogy ott volt egy kedves ott lakó Réda Illésnek, és mondom a nevét, remélem ez nem baj, sőt, szerintem kiemelendő, hiszen ő 1 millió forintot ajánlott föl a közalapítványnak azért, hogy a külső település részen Kecsegén történjen ebből valami a közjavára. A kommunális adónak egy kis részével ezt kiegészítettük, és így együtt tudunk közvilágítás fejlesztést végezni ott a Kecsege pusztai részen, ez is nagy öröm számunkra. A sportegyesületek támogatásával kapcsolatban szintén döntés született a testületi ülés alkalmával. Talán ugyanazt tudom ismételni, mint eddig, hogy nem kellett faragnunk, és tudjuk azt a szintet tartani, amit a sportegyesületek révén a támogatások oldalán két részből is, tehát a rendezvény támogatás, illetve a normál működési támogatás sorából sem kellett elvennünk. Ez szerintem egy jó hír, mert ugye a városnak ez adja a szövetét a civilek és a sportélet, és se a civilek, se a sport támogatásában nem kellett változtatásokat hoznunk. Ahogy nézegettem az önkormányzati főösszegek vagy költségvetési lehetőségek arányait, szerintem Tamási városa, bár gondolom minden sportegyesület kevesli azt, amit kap, ez egy természetes dolog, de hogyha az arányokat nézzük, szerintem erőn felül teljesít a város ez ügyben is. A testület döntött villamos kazánok integrációjáról a már meglévő fűtésrendszer továbbfejlesztéseként. A gáz felhasználás az most kulcskérdés a város életében, és ugye itt a geotermikus fűtésről, meg biomasszáról már sokat beszéltünk. A mostani testületülés egyik legfontosabb döntése, hogy még egy harmadik lábat, egy biztonsági lábat kiépítünk, ami nem csak műszakilag, hanem anyagilag is megéri a városnak egy nagy teljesítményű, másfél megawattos elektromos kazántelep is beépül majd a rendszerbe, ami egy olyan elven működik, hogy a villamos hálózaton, amikor úgynevezett, bár ezt kevesen beszélik, de amikor túl sok az áram, mert van ilyen műszaki állapot, akkor úgynevezett kényszerfogyasztóként be kell kapcsolják ezt a kazánt, és mi azt mondtuk, hogy hát ennek a hőjét mi gyönyörűen el tudjuk használni a rendszereinkben, és most azon dolgozunk, hogy ez a rendszer hármas legyen, tehát geotermia, biomassa és elektromos kazán. Ez ugye ellátás biztonsági kérdéseket is bebetonozza, mert azért az már nehezen fordulhat elő, bár egyre többen beszélnek róla, hogy mi van, ha nincs gáz. Ugye, mert eddig mindig az áráról beszéltünk, de most már kezdenek arról beszélni, mi van, ha nincs. Hát ez egy nehéz helyzet lenne, de remélem, hogy a városban az az eset nem fordul elő, hogy egyszerre nincs gáz, nincs termálvíz, nincs fa és nincs villany. Mert hogyha ez a négybe összeáll, akkor tényleg nagy baj van, de mi azért minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy hatékonyak legyünk, gazdaságosak legyünk, és ellátásbiztonságunk is meglegyen. Úgyhogy ez egy nagyon fontos döntés volt.